Jó estét kívánok, hát hogyha valakinek még kétsége volt afelől, hogy történelmi időket élünk, akkor hát a bizonyíték erre az, hogy ma délután bizonyossá vált, hogy elhalasztják a Tokiói olimpiát. A történelemben csak három ilyen alkalom volt, amikor olimpiát halasztottak, mind a három háború miatt történt. Úgyhogy vannak hírek, lesz mire figyelni, ma délután is bemutatom a vendégeket. Itt van Harangozó Tamás, az MSP frakcióvezető helyettese, mellette Jakab Péter, a Jobbik előttke, és mellettem a fotelben, vagy a diványon Somos András kollégám, az ATV műsorvezetője. Azt hiszem, hogy senkit nem kell bemutatni. Elmondom gyorsan a napkérdését, és majd mindjárt ebben a témával is kezdünk. A napkérdésem arról szól, hogy a véleményeket kérdeztük arról, hogy önök szerint Áder János államfőnek meg kellene szólalnia a koronavírus ügyben, vagy egyáltalán egy ilyen helyzetben, amiben most az ország van, ugye rendkívüli veszélyhelyzet van kihirdetve. Lenne ezzel dolga Áder Jánosnak? 87% úgy gondolja, hogy igen, a köztársasági elnöknek illene mondani valami, 13% gondolja azt, hogy nem. Na mindjárt beszélgetünk, de ugye a mi négyünk sorsa is arról szól, hogy nem tudunk otthon maradni, vagy legalábbis az időnk egy részében kénytelenek vagyunk nem otthon maradni. Hogy, 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 hogy viselitek meg egyáltalán, hogy kinek mi a stratégiája a bezombulás ellen? Rengeteg dolgunk van ettől függetlenül is, hiszen azért az országot működtetni kell, és a, a védekezés segíteni kell ebben a helyzetben kivált kép, tehát azért amit lehet az online térben megteszünk, illetve hogyha van parlament, ameddig még van parlament, addig részt veszünk a parlament munkájába is. Itt a műsor előtt azért beszéltünk róla, hogy Orbán Viktor nagyon-nagyon dolgozik azon, hogy ezt a munkahelyet elveszítsük, és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban vagy években parlamenti munkahely nélkül végezik a tendőinket. Rakcióvezető Ejettes úr. Nálunk is az egyik legfontosabb intézkedés volt már két héttel ezelőtt, egyrészt áttértünk a szinte kampányüzemmódra, tehát hogy minden nap értekezett, minden nap egyeztetés, hiszen látjuk, hogy a, a nem csak az információk, és a politikai kihívások is köszönhetően a kormánynak teljesen feleslegesen is egy érnek minket. Másrészt egy ellenzéki pártnak, parlamenti pártnak bocsánat alapon, de ellenzéki pártként is. Mi magunk egy csatorna vagyunk, hozzánk tényleg rengetegen fordulnak érintettek, szakszervezetek, munkavállalók, hogy éppen milyen probléma, milyen javaslataik vannak, és nekünk ez igenis dolgunk egy ilyen helyzetben, hogy ezt továbbítsuk a kormánynak, nem csak a nyilvánosság előtt, de egy normális országban ilyenkor akár direktben a kormánynak is tudjuk azt mondani, hogy figyelj, nem vettétek észre, hogy. Mondok egy példát. A, a majdnem egy része azt gondolom, hogy mégiscsak otthon a négy fal közül történik, nem? Kivéve nyilván parlamenti ülés Egyébként az értekezett, hogy nagyon gyorsan már múlt héten átértünk, és már minden testületünk és minden döntést és kommunikációt így végzünk a, az online értekezletekre. Ez egy új forma. Egyébként nagyon gyorsan meg lehet szokni, és nagyon hatékony. <kül> Például azért, mert szerintem senki nem hiányzik, ugye, mert mert nincs az, hogy uh -huh. tudod oda jönni. E nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan lehet így kommunikálni, és egymással is, mint mondtam, döntést hozni. Úgyhogy, ha otthon ülünk, sem otthon ülünk, Uh, ezt Andris, focizni nem tudsz online, mert én tudom rólad, hogy Somos András legalább egy héten egyszer felkapja a batyuját és elmegy nem, focizni. Ne, ne, nem nem tudok focizni, de azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes lehet parlamenti képviselőnek lenni, azon gondolkodni, hogy most egy minőségi cserével esetleg az alkotmánybírósággal helyettesítenek. Nem? <hát, 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 nem? Nagyon, nagyon hogy... ugrottunk a foci pályáról. Beszéltek arról is, hogy mi, hogy nem focizom, csak az kevésbé érdekes. Túl szerény vagy én tudom, hogy te foc, tudsz focizni, vagy legalábbis szeretsz. De az, ami a változás az az, hogy, hogy a nézők sokkal több kérdést tesznek fel privátban, és én magyarázom azt, hogy mi történik az országgyűlésben, ami, hogy így mondjam, megtisztelő, csak hogy szerintem egyébként az nem egyszerű, és pont az a lényege szerintem a szituációnak, hogy annyira bonyolult jogilag megérteni, hogy mi zajlik, hogy mit hosszabbítanak meg, miért, hogy ez szerintem egy jogásznak is egyszerű nyelven nehéz elmagyarázni. Na mindjárt beszélünk róla, de azzal kezdjük akkor az első hivatalos téma, hogy hová tűnt a köztársasági elnök. Hova? Sok más ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt, meg amióta a járvány tart. Az Index Hírportál az elnök hivatalánál érdeklődött utána, hogy mit csinál Áder János. Azt a választ kapták, hogy a köztársasági elnök Magyarországra akreditált nagyköveteket fogadott bemutatkozó látogatáson, nemzeti ünnepünk alkalmából részt vett az ünnepélyes zászlófelvonáson, és üzenetet mondott a közszolgálati televízió csatornáin, illetve tábornokokat nevezett ki. A köztársasági elnök mindezek mellett folyamatosan ellátta és ellátja az alaptörvény által rárót azon feladatokat, melyek a jogalkotással, állampolgári ügyekkel és kegyelmi kérvényekkel kapcsolatosak. No, kinek mit üzen az a tény, hogy az államfő nem szólal meg, és a kommunikációs teret az teljes egészében átengedte a miniszterelnök? Máder János minden reggel azzal kell, hogy mit jelent az államélet demokratikus működési zavarata jó ég? Ugye? Mert hogy ekkor, akkor kéne neki, neki aktivizálnia magát, hogyha ezt úgy érzi, hogy veszélyben van. Hát alapvetően veszélyhelyzet van Magyarországon, ugye a kormány erről nyilatkozott. Hirdetve, igen. A veszélyhelyzetben azért a köztársasági elnöknek csak lenne mondani valója szerintem a magyar emberek felé. Meg kéne őket nyugtatni. Angela Merkel kiállt a nyilvánosság elé, és a nagyon méltóság beszédben felhívta a figyelmet arra, hogy most valóban veszélyhelyzet van, oda kell figyelni, és együtt tudjuk ezt a korságot legyőzni. János meg azt gondolja, hogy ezért a 3 millió forintért, amit nemrég kapott, ezért neki csendben kell maradnia. Nem tudom, kinek az érdekét szolgálja. Ez a magyar emberek egészen biztosan nem. És persze nem csak járványügyben kellene neki megszólalnia szerintem, hiszen hogyha már a demokráciáért kellene aggódni, mert már pedig most kellene, a Fidesz csak egy államcsínt készül végrehajtani. Tehát lényegében a, köztársaságot át akarják konvertálni királyságá. A köztársasági elnöknek most nagyon-nagyon kellene aggódnia, most ott kellene lennie a parlamentben, és fel kellene szól, szólítani Orbán Viktorot, hogy térjen le erről az útról, mert ez nem a nemzeti egységet fejezi ki. Tehát a felhatalmazási törvényre jelenleg a magyarok 70%-a nemet mondana. Hozzáteszem, a Fidesz összeseknek a negyede is elutasítja, mert félnek a túlhatalomtól. De vannak aktivista, meg passzivista ilyen államfői felfogások. Gönc Árpád az ugye kifejezetten aktivista volt, nem mindenki. Hát, az, hát, az, utolsó, já, korszakában az, az utolsó korszakában nem volt. nem volt aktivista. Ez mégiscsak ő egy intézmény. Most éppen ő tölti be, de ez egy nagyon fontos intézmény. És pont ennek a fontos intézménynek szól az, hogy eddig bárki betöltötte, most Áder János esetében is, a legnépszerűbb politikus, leg, egyik legismertebb, és mindig a, leg, a bizalmi index, a köztársaság elnöknél még mindig ő van torony magasan. Hát olyan helyzetben, amikor veszélyhelyzet van, amikor egy országban krízis van, akkor talán kötelessége lenne használni ezt a bizalmat arra, egy, hogy egyáltalán mondjon valamit. Tehát ő is mondja azt például, amit mindannyian tudjuk, tőle mosson kezet a reggeli tévében, engem az se érdekel. Vagy mondja el az embereknek, hogy maradjanak, kérem szépen, én is azt önöktől, mert néhány napon vagy milyen héten belül választásuk sem lesz, hogy otthon maradjanak vagy nem, ha ez a vírus tovább terjed. Ilyeneket mondhatna azzal a, egyébként még egyszer mondom, alapvetően a tisztségének szóló bizalommal, hogy az emberek figyelnének rá, és nem feltételeznék róla például, hogy valamilyen politikai megfontoláson mondja ezt. Kettő, igen, intézményként most egy ilyen cirkuszba, amit a Fidesz előálltott a parlamentben. A gyakorlatilag egy politikai forgatókönyv mentén ö, ö, kényszeríti rá a, a Magyar országülést arra, hogy egymásra vitatkozzanak a képviselők a helyet, hogy egy, egy, egy fél perc alatt megoldódna ez az alkotmányos helyzet, és akár egyhangulag elfogadott fel ö, törvény alapján a kormány bármit megtehessen, ugye ezt mondjuk, hogy csak a jó Isten áldja megértse meg, ezt jelenleg sehol máshol nem csinálják máshogy, határidőn belül bizonyos időpontig csinálhasson meg a kormány bármit. Ilyenkor a köztársaságnak szerintem dolga lenne azt mondani, hogy kedves miniszterelnök úr, a hatalom is jár, most önnek kéne megmutatni, hogy államférfi és nem csak a hatalomért kapta. Vagy amit gondol nekem, mindegy. De szerintem meg kéne szólni. Ugye Harangozó Tamás arról beszélt, hogy az emberek hinnének neki, mert hogy a bizony mindek szerint hisznek neki. Az ellenzéki pártok hinnének -e neki? Tehát, hogyha ő például valamilyen személyes garanciát vállalna a felhatalmazási törvény ügyében, az elégséges lenne -e? az ellenzéki oldal. A, erre adnunk egy A garancia az egy törvénynél az, ami benne van a törvényben. Ha valaki ezen túlmutató garanciát keresne, ez szokott elhangozni, hogy egy, az Alkotmánybíróság majd dönt, és akkor azt majd a kormány be kell, hogy tartsa. Kettő, hogy a parlament bármikor visszavonhatja ezt a döntést, tehát ne legyen már itt hiszti, nem kell határidő, visszavonhatja, Gyorsan az elsőre. Egy éve mulasztásos alkotmány sértésben van a Fidesz és a Magyarországgyűlés Országgyűlés miattuk, mert egy éve a Rokka nyugdíjasoknál előírta az alkotmánybíróság a parlamentnek, hogy tessék rendbe rakni a rájuk vonatkozó döntést. Egy éve a Fidesz nem hajlandó erre. Mit ér akkor -e ilyen szempontból az alkotmánybíróság döntése? És ez nem lesz, vagy lehet, ez van, ez most történik. Kettő, hogy majd a parlament visszavonja, a Kocsis Máté erre megadta az egészen ijesztő válaszát. Megkérdezte egy újságírót tőle, hogy elképzelhetőnek tartja olyan szituációt, hogy a kormány annyira túlterjeszkedik ezen törvény alapján, hogy a Fidesz frakció összehívja a parlamentet és visszavonja azt a döntést, mert alkotmányellenes, az ember Kocsis Máté gondolkodás nélkül csípőből az alábbiit mondta nem. Most innentől kezdve elnézést kérek mindenkitől, ha én abba hiszek, ami ebbe a törvénybe bele van írva és azt mi be is nyújtottuk módosító javaslatként. De ettől függetlenül Áder Jánosnak most be kéne húzni a kéziféket, és valamiféle nyomás kellene. Milyen volt. kéziféket? Meg sem mozdult. Hát ez a probléma. Hát nincs van. lendületben. Azért, azért, bocsánat, a decemberben, amikor a TB hát törvényt a, a kocsi gurulásának az akadályoztatására. Amikor a TB törvényt elfogadta a parlament, ugye már arról szólt, hogy három havi tartozás után már egészségügyi ellátásra sem jogosult senki, aki, aki ennyi tartozással rendelkezik, akkor azért megszólalt Áder János, és osztotta az hogy mi bajunk nekünk ezzel a törvényel, miért kritizál? Andris? Nagyon érdekes dolgot mondott Orbán Balázs, ugye, amikor arról volt szó, hogy az ellenzék 60 vagy 90 napos határidőt javasol, és hogy ez egy rossz kompromisszum. És hogy most nem olyan egyszerű, mondja ő, hogy újra meghozzuk azokat a rendeleti ö, jogszabályokat, amelyek az intézkedéseinkhez szükséges, és kitalálnak valamit a jogászok. Én azt nem tudom, hogyha ekkora dilemmát jelentett a kormánynak, akkor miért nem csinálta azt, hogy amikor kihirdette a veszélyhelyzetet, akkor rögtön egy normális parlamenti eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy két hét alatt átfutassa az országgyűlésen ezt a dolgot, és akkor nincs az ellenzéktől függő házszabálytól való eltérés. Én nem tudom, én csak én ezt mondtam most ide, ide, ide úgy jöttem, hogy a parlamentbe éppen hozzászóltam ez a ez ezt mondtam el, hogy az a kormány, aki által mindenre mindig fölkészült. Két dolgot nem tudhat, egy, hogy a 15 nap, az 15 nap alatt lejár, vagy nem ismer és nem látta még soha a Magyarországgyűlés szabályait. Ugye mind a kettőről tudjuk, hogy nem így van. És szeretnék csak ráerősíteni arra, amit András mondott, és nagyon örülök neki, hogy másiknak is föltűnt ez. Ha a kihirdetés, a rendelet kihirdetés, tehát a veszélyhelyzet kihirdetése másnapján benyújtják ezt a törvényt, március 12. akkor múlt héten ez a parlament már letárgyalta volna, levitatta volna, és tegnap vagy ma a Fidesz az ellenzék nélkül úgy fogadta volna, hogy nem ez volt a cél. Ugye két nap múlva a jár cirkusz, le. A az emberek összeveszejtése, a feszültségkeltés, a másik legyőzése, megalázása ez a cél. Én azért vagyok hibás, mert én is elhittem az elmúlt két hétben, hogy a Fidesz megváltozott. Hogy hét pártikat tart, hogy kíváncsi a véleményünkre, hogy. hogy igényli a segítségünket, hogy az egész országért akar dolgozni. Akkor a pofánverés volt ez, amit most péntek óta csinálnak, hogy azóta se térek magamhoz, mert nem akartam elhinni, hogy egy ilyen helyzetbe is. Van még időnk. elindítanám a következő témát, témát tulajdonképpen ugyanitt maradunk. Mert egy mondatot hadd mondjak még az Andrásra. Mert ez nagyon fontos. Nem tudják az emberek sem, még a politikusok egy jó részese. Az alaptörvény szerint most kiirdetett vészhelyzet, meghosszabbítása, azok a rendeletek, amik most lejárnak azok nem, hogy kétharmados döntés, az egy feleségű feles. döntés. Tehát hazudnak, holnap reggel bemehetnének és elfogadhatnák, ami most gondolkodik az igazságügy miniszter asszony, hogy feles többséggel elfogadják. Képviselő úrnak nem kellett volna a karanténból bemenni tegnap a... Kétharmad valami. ahhoz kell, mert jóval az alaptörvény jelenlegi szövegén túlterjeszkedő hatalmat akarnak. És értsék meg, azért vagyunk ennyire bosszusak, mert még ebbe is belemennénk, mert értjük, hogy baj van. Annyit kérünk csak, hogy ennek legyen egy határideje, amíg tart. Na, ez se hajlandó. Azzal, azzal folytatjuk, hogy tulajdonképpen mi a baj, mi az ellenzék baja ezzel a felhatalmazási törvényel. Ime. A Jobbik, az MSP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok, valamint Hatházi Ákos és Szél Bernadett, független képviselők ma nyilatkozatot adtak ki, amelyben kifejtik, hogy miért nem szavazták meg a rendkívüli felhatalmazási törvény keddi elfogadását. Azt írják, bízunk a magyar emberekben, bízunk Magyarországban, de nem bízunk Orbán kormányában. Ezért nem adhatunk korlátlan felhatalmazást még ilyen válságos időben sem. A járvány valóban közös ellenségünk, a demokráciánk viszont közös kincsünk. Mi ellenzéki pártok együttesen azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben a kormány alkalmatlannak bizonyult időben felismerni a veszélyt és kezelni azt. Ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, a parlamenti ellenzéki pártok és a két független képviselő, de miért? Tehát miről szól a félelem diktatúráthoz? Hát nézzük hogyha... Deklaráltan diktatúráthoz, így van, hiszen. Mi azt mondtuk, hogy legalább egy 60 nap, vagy legyen 90 napos felhatalmazás, amit megadunk a kormánynak. Erre eddig volt gyakorlat, hiszen volt már többször veszélyhelyzet Magyarországon. Ők azt mondják, már. hogy nem lehet látni a végét. Tehát ki mondja azt, hogy 90 nap múlva, három hónap múlva ez az egész véget ér? Persze nem lehet látni a végét, akkor 90 nap múlva összeül a parlament, és hozunk egy döntést, hogy meg kell hosszabbítani a veszélyhelyzetet, és akkor lehet tovább dolgozni. De korlátlan hatalmat, korlátlan ideig diktatúrákban szokás megszavazni. Egyébként pont most olvastam, most olvastam a Fidesz Miskolci volt kampányfőnökének, Záró Péter Farkasnak egy írását, ő is azt mondja, hogy egy polgári, konzervatív ember számára elfogadhatatlan a rendkívüli hatalom időkorlát nélkülisége. Mi sem tudjuk elfogadni, és nem is kell elfogadnunk. Ugye Gulyás Gergely most az ellenzék felelőtlenségéről beszél, mert itt van ez a veszélyhelyzet, Többet, meg kéne hozni. Azt mondja, hogy a vírus pártján van. Uh -huh. Szurkolunk, szurkolunk a vírusnak, azt mondta. Uh -huh. Egészen pontosan. Ez egészen elképesztő, de, de, ez megint csak azt mutatja, hogy nincsen kormányzati teljesítmény. Lehet, hogy furán hangzik, de szerintem kormányzati tapasztalat sincs, mert 2010 óta a Fidesz lényegében nem kormányoz ezt az országot, hanem mindig kitalál valami kamu dolgot, hogy mondjuk van egy soros terv, aztán méregrága a propagandából megvédi az országot ettől az állítólagos veszélyhelyzettől. Most meg szembe találkozott egy óriási problémával, és miután nem tud vele mit kezdeni, ezért megpróbálja az ellenzékre verni a balhét, egy újabb kampányt készítenek elő. Tehát kéten ne legyen a hogy itt már gyilkosok vagyunk, meg mindenek el elhordanak bennünket, e, pusztán azért, mert nem vagyunk hajlandóak, e, hát az örök életet nem tudjuk, de az örök hatalmat sem akarjuk megadni. Ennek az ellenzék egyszerűen. az új migráns? Úgy tűnik, e, így van. Komolyan azt veszem azt, elkezden. amit Orbán Viktor mondott, hogy folyamatos felhatalmazásra van szükség, nem függni attól, hogy az országgyűlés milyen állapotban lesz. Igaz-e az, hogy a hétpárti tárgyaláson, amit Tóth Bertalan mondott, hogy az ellenzék belement volna abba, Hogyha az országgyűlés nincs olyan állapotban, hogy összeüljön 90 nap múlva, akkor akár a kormány rendeleti úton meghosszabbíthatja ezt a felhatalmazását. Én, volt, én voltam ott, ugye te nem, tese, nem? Én voltam ott a pártom részéről, tehát én mindegyiken ott voltam személyes. A tegnapi napon lévő egyeztetés, amit úgy tessék elképzelni, hogy egy órakor kezdődött a parlament, és délre hívta össze ezt a kormányt. Tehát abban már sejtettük, hogy valójában nem akarnak semmi érdemét. Ott az is valóban, már ez is elhangzott, hogyha tényleg az a problémájuk csak, hogy a parlamenten mi lenne, akkor még ez is belefér, mert azt megérteni nekünk meg, akik aggódunk azért, hogy nem feltétlenül hisszük el, hogy csak jót és szépet akarnak, hogy az a lényege, hogy legyen vége. Mert ha bármikor is vége van, a törvény maga megsemmisíti magát úgymond, mint a Harry Potterbe ezek a levelek, hogy meghallgatom, azt elég, akkor onnantól kezdve nem lehet vele visszaélni. A legnagyobb hát a probléma képzelni, az, hogy mondjuk 2021 márciusát írjuk, már sehol Európában nincs koronavírusos beteg, és az Orbán kormány még mindig hatályban tartja ezt a rendeletet. Hát van ez tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet négy éve úgy, hogy, hogy, sok esetben migráns nem lehet látni a határon, de a kormány mindig ezt a rendkívüli állapotot meghosszabbítja. Miért ne tehetnék meg ezt a veszélyhelyzetet? Ebbe a szövegbe, bocsánat, belerakták a, a gazdasági egyens, az ország gazdasági egyensúlyát is meg kell menteni. Az meg nem fog megoldódni néhány hónap alatt. Most mondom nektek, ameddig akarják, föntarthatják. Ráadásul ugye a, a tömeges migrációs okozta válsághelyzetnél a saját törvénye. Ez még, még, a norma szövegnek sem. Garantálják a feltételeket, hogy mikor lehet ezt felelt Meg. Ugye? Tehát nem, nem, felel meg az országgyűlés ennek? Igen, igen. Ha kérhetem nagyon röviden, mert van a Gábor ugye, aki a Jobbik egyik korábbi elnöke. Ő mondta azt, hogy ő az ellenzék szehében megszavazta volna ezt a törvényt. Azt mondta, hogy neki az ellenzék félemeiméről semmit nem kell elmagyarázni, de azzal, hogy nem támogatták ezt a törvényt, valójában a szétszakítottságot erősítették, és ez pont a kormány érdeke. Hozzátette még azt is, hogy úgyis Egyszer ezt a kormányt el fogja zavarni az ellenzék, és akkor tök mindegy, hogy van felhatalmazási törvény, vagy nincs. Hát Erről jövő. mit gondolja a Azt is írta, hogy, hogy mindenkinek jobb lett volna, hogyha mind a két oldal egyet lép hátra. De mi hát, mi megtettük ezt a hátralépést azáltal, hogy azt mondtuk, hogy 60 vagy 90 nap, aztán meghosszabbítjuk. A kormány meg azt mondta, hogy ő nem fog egyet se hátralépni, hanem neki az idők végezetékkel a felhatalmazás. Királyságban van ilyen. Na, rövid reklámszünet következik, és utána folytatódik a nap híre. Maradjanak érdekes témáink lesznek akkor is. Folytatjuk a műsort. Pont 20 napja nagyjából ezekben az órákban jelentette be a miniszterelnök, hogy megtalálták az első két koronavírus fertőzöttet Magyarországon. A témánk természetesen a járvány és a vendégek változatlanok. Itt van harangozó Tamás, Jakab, Péter és Somos András. És azzal folytatjuk, hogy Szabó Tímea ma bejelentette, hogy feljelentést tesz az ellen a Fideszes képviselő ellen, aki tegnap a házi karantént elhagyva bement a parlamentbe. Járványügyi szabályszegés miatt tesz feljelentést a párbeszéd frakció vezetője B. Nagy László Fideszes országgyűlési képviselő ellen. A párbeszéd vezető politikusa azon háborodott fel, hogy tegnap B. Nagy László azután vett részt a parlament nyílt ülésén, hogy korábban kiderült, együtt koszorúzott az azóta igazoltan koronavírusos Szegedi Egyetem orvos rektorával, aki akár több tucat embert is megfertőzhetett. A rektor síelésből jött haza, műtött is, de időközben kiderült, hogy megfertőződött a koronavírussal. Szabó Tíme a véleménye szerint az országgyűlési képviselő felelőtlensége azért veszélyes, mert az országgyűlésben, ha minket megfertőz, mi további százakat fertőzhetünk meg, fontos kórházi kapacitásokat lefoglalva az ő felelőtlensége miatt. Minden mindenlen összefügg Andrisnak még az előző témához jutott eszébe valami micsoda? Erre rá tudom kötni, mert ugye azt mondja a Csodált képviselő, a bolna, ha nem mindeközben azt mondja a képviselő, <laughs> hogy hogy neki alkotmányos vagy morális felelőssége, hogy egy olyan helyzetben, amiről tegnap az országgyűlés szavazott, akkor ott legyen, ugye? Uh -huh. És ez a többség biztosításának a kérdése, de az én kérdésem igazából az, hogyha elfogadjuk azt, hogy a Fidesz frakció ennyire lojális, mint amennyire Kocsis Máté mondta akkor ezek szerint neked. Hát hogy kinek? az újságírónak, ugye? Újságír. Akkor az a kérdésem van, mert az ellenzéktől tulajdonképpen semmi nem függ, tehát a veszélyhelyzet, az ki van hirdetve 2020. március 11 óta. Nem ennek a meghosszabbításáról van szó, hanem a rendkívüli intézkedések meghosszabbításáról. A magyar nemzetnek ne higgyenek, amikor azt állítja, hogy a veszélyhelyzetet hosszabbítják meg. Nem. Tehát az intézkedések meghosszabbításáról van szó. Az ellenzék bármit csinál, a kormánynak nincsen megkötve a keze tulajdonképpen, mert hogyha az országgyűlés nem szavazza meg, hogy ezek a rendeletek okésak, akkor újra elkezdi a kormány, és megalkotja ugyanazt a rendeletet. Az az én kérdésem, hogy Orbán Viktornak mi volt az a hatalmas probléma, ami miatt a saját maga frakciójára nem számíthatott volna bármikor. Mert tulajdonképpen attól függ az országgyűlés megszavazása, hogy megszavazza a rendeleteket, hogy a Fidesz frakció kellő számba ott van-e. Nem? De. Hát megkérdezzük Orbán Viktort. Hogy mitől, mitől tartott? Mondok én erre matematikai válasz gyorsan. De ez összefügg ezzel a témával? Össze? Igen. Hosszabb távon valóban az a kérdés lehet a fejükbe, amit te mondasz most. Hiszen a fiatal demokraták közül 30-valahányan 60 év felettiek. A keresztény demokraták közül a 17-ből 7-60 év feletti. Tehát a veszélyeztetett korú uh, képviselő. Most ha még voltak olyan kedvesek és egy potenciálisan fertőzött képviselőtársukat még be is rángatták, de ezzel hozzá nem csak tegnap a kétharmadosra, ma az ember ott ült a feles szavazásoknál, ugyanúgy, ahogy ott most. Egészen elképesztő. El tudjátok képzelni, szabtán... hogy lesznek olyan fideszes és keresztény képviselők, akik kiszavaznak. Nem. Megszegik a pártfegyelmet. Vagy nem mennek be. Vagy nem mennek be. korúak. Vannak olyan, tehát az alapvető matematikai. hogy egyszerűen most ágynak ér. esik. Köztudomású, mondja a német kancellár is, a társadalom 60-70%-a megfertőződik. Valaki 80%-ot. Oké, okay, megértettem. Tehát egyszerűen betegség miatt nem Fidesz, lesz abban a helyzetben. A fiatal a frakciónak a 30 25-30% a veszélyeztetett korban van. Hadd ne folytassam a gondolatmenetet, de mondjuk, hogy karanténban vannak, vagy megbetegetnek, náluk ez egy nagyon komoly probléma. Ez lehet a fejébe, nem akarok helyette válaszolni, de azért ez egy reális kérdés. Ezért mondtuk mi azt, és tudom, hogy másik téma van, de az embereket ez most alapvetően érdekli, hogy az a néhány sor, amit mi leírtunk, az megoldást ad erre, hogy elektronikusan szavazhassanak a képviselők távol, táv, otthonról. A román parlament tegnap 30 napra a szükség kihirdette egyhangú szavazással, elektronikus döntéssel. Mi a jó Isten mellesleg, meg, meg benne, meg, van az, a, a benne van a javaslatban, hogy az alkotmánybíróság a döntéseit hozhatja elektronikus, elektronikus úton. úton. ugye? Csak nekünk nem szabad. Mit, gondol Péter Nagy B. László viselkedéséről? Szóval, hogy ő ezt nem gondolhatta, hogy ez radal alatt megy. B. Nagy, bocsánat, bocsánat, elnézést. É, meg fogom tanulni ezt a nevet. Igen. Miniszterelnök úr is, meg képviselő úr is megbukott ezen a, ezen a vizsgán. Miniszterelnök úrnak a hatalma annyira fontos, hogy nyilván berendelt ezt a képviselőt, hogy jöjjön be és mutassa a lojalitását. A 133 legbátrabb ember között legyen ott ő is, mert ugye a miniszterelnök úr szerint nem az egészségügyi dolgozó, meg nem a rendőr a legbátrabb, hanem, hanem az, aki ott ül mögött a öltönyben. És nyilván képviselő úr is nagyon rossz példát mutatott az országnak, hiszen pont a mellett kampányol most mindenki, hogy maradj otthon, és, és, és próbáljuk megállítani ezt a vírust. Képviselő úr meg azt gondolta, hogy neki most be kell jönni, és a lojalitása az fontosabb, vagy annak a bizonyítása, mint az hogy üzenjen a választó polgároknak, hogyha ő egy veszélyeztetett ember, vagy a gyanúja felmerül, hogy esetleg fertőzött lehet, akkor otthon marad. És nyilván álságos, hogy Ugye Orbán Barázs államtitkár úr azt mondta, hogy, hogy, azért kell a felhatalmazási törvény, mert lehet, hogy 90 nap múlva a parlament nem lesz olyan állapotban, hogy össze tudjon ülni. Tehát én feltettem a kérdést, hogy mi az, amit ők tudnak, és mi nem. Mi fog itt bekövetkezni? Milyen krach lesz, hogy ne tudjon összeülni a parlament? Vagy ha ez előfordul, hát könyörgöm, az oktatási rendszernek lényegében egy nap alatt kellett átállni a digitális oktatásra. Én mondtam a képviselőtársamnak, a magyar Zoltán barátomnak ott ült mögött, hogy mutasd már fel azt a laptopot, államtitkár úrnak, hogy van már ilyen 21. század, megnyomunk egy entelt, és tudunk szavazni. Erre az volt államtitkár úr válasz, hogy erre a parlament még nem készült fel. Tehát még egyszer mondom, az oktatásnak egy nap alatt át kellett állnia, a parlamentnek most lenne 90 napja átállni, de nincs rá politikai akarat. Mondjuk a Fidesz frakciójának, vagy frakcióvezető helyettesének lett volna-e dolga ezzel a helyzettel? Tehát mondjuk a Tamás hazaküldte volna-e azt a képviselőtársát, aki haza, vagy ki jön a Egyszerű, ugye a tegnapi döntés valódi döntés volt, de nálunk például a Gurmai Zita önkéntes karanténban van, második hete, mert külföldről az Egyesült Államokból már akkor utazott hazatik az utolsó pillanatban át csekkolt jeggyel, korábban ment ki. Ott ugye nagyon gyorsan és nagyon hirtelen lett óriási balhé az Egyesült Államokban, és ő Kérte, hogy vizsgálják meg, azóta hazament, és azóta teljesen fegyelmezetten, önkéntes karanténba kise teszi a lábát a lakásából, országgyűlési képviselőként. Pedig ő is számított tegnap, hiszen ha úgy nézzük, akkor nem volt mindegy, ha valódi döntésnek vesszük a tegnapit. De már pedig volt ittje. E, én azt tudom önnek mondani, nem a feltételezést, mi így jártunk el. De még egyszer mondom, válsághelyzet van. Hát, ha annál a nyomvat asztalnál délbe azt a pici kis engedményt hajlandó tenni a, a Fidesz. És megnyugtatja az embereket, hogy nem önk, ör örök hatalomra törünk, értsétek, mert meg csak védekezni akarunk. Oké, okay, 90 nap, meghosszabbít, meg itt írjuk alá. Akkor gyakorlatilag minden frakciónak majd a fele otthon maradhatott volna, akkor is átment volna a parlamenten, mert jelenlévő képviselők, négyötödéről, kétharmadáról beszélünk. Ugye csak egy kicsit erről a, a, a feljelentésnek a lehetséges folytatásáról elkerül a Pólt Péter vezette ügyészséghez, és van a parlamentnek egy mentelmi bizottság, aki kéne adni a képviselőt. Mennyi a realitása annak, hogy bármilyen szankciói lesz ennek a dolog? Hát én nem tudom, hogy jogi relevancia egyáltalán lehet észre, nem egy, nem egy hatósági karanténról van szó, szóval nem egy önként vállalt karanténról, amit nem tartott be a képviselő úr. Itt az közegészségügyi a... szabályok megszegéséről beszél a képviselő asszony. Nem, 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 akar, nem akkor akarok is. jogászkodni, az üzenetérték a sokkal súlyosabb, mint az, hogy ő jogilag most mit fog kapni, vagy mit nem fog kapni. Rossz példát mutatott az országnak, képviselőként pont az ellenkezőjét kellett volna tanúsítani, ja, otthon kellett volna maradni. Jogászként tudok annyit mondani, hogy nyilván szabásértési alakzatról van szó, ha jól érte magába fel. a feljelentésben jelentés. is. A szabásértésnek a képviselőknél az úgy működik, hogy ő lemondhat a mentelmi jogáról, ha akar. Le is szokott mondani, aztán lefolytatják, ha egyáltalán van eljárás. A büntetőjárás nagyon nem is mondhat le róla. Igen, de itt, de itt a tettenérés esete van. Itt itt inkább az üzenet, igen, az. Itt a tettenérés esete érdekes, van. Érdekes, hogy ezt képviselőtársunk meglépte, mert hát nézzük meg maga az alapügy, a rektor ügye, ami azért egészen kemény orvosként, rektorként, mindenként is ott egy azonosított pozitív fertőzöttség van. Zárója szintén Románia, egészen elképesztő Romániát kell példaként mondani most már napjában kétszer. Hasonló esetben büntetőjárás nyitottak az orvos ellen Romániába azonnal, aki egyébként elment és további betegekkel találkozott úgy, hogy tudta magáról, hogy Fertözött. fertőzött le. Mondani, Nem csak is. azért fontos a tettenérés, mert akkor ugye nem kell az országgyűlésnek kiadni a képviselőt, hanem akkor elindul a büntetőjárás, nem? A szabásértésnél pláne igen, igen, van egy ilyen mentem jogot felülről dolog, de még igen. egyszer mondom, a szabásértésnél a képviselő lemondhat magától, és okay. nem is szoktak okay. a képviselők uh -huh. közúti szabásértésnél. Nem, 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 nem hallottatok még, hogy a parlament szavazott volna, hogy egy gyorshajtásért kiadja -e a képviselőt. Ja, nem büntetően szabás. Gyorsan szabás szabás. szeretnék tovább menni, még két friss kutatással az Ideai intézet és a Publikus is ö, ö, közé, tett ma egy-egy friss kutatási eredmény. Tök érdekesek ime. Be kell vezetni a kiárási tilalmat. Miniszterelnök nem lehet tovább várni ezzel. A holnap áldozatait ma lehet megmenteni. Teljes kiárási tilalom. Túl azon, nem kívánatos, valószínűleg nem is lehetséges. Értelmes vita szerintem az, hogy legyen és ha igen, milyen fajtájú legyen. Ezzel lehet gondolkodni. A Publikus Intézet felmérése azt mutatja, hogy az emberek háromnegyedet biztos benne, hogy tömegeket fog megfertőzni a vírus. Ám ennek ellenére 63 uk bízik abban, hogy ők nem fognak megfertőződni. A kiállási tilalom bevezetését a megkérdezettek 77 a támogatná. Ezt a korlátozást egyébként leginkább az aktív korúak és a tanulók támogatják, az idősek kevésbé. Nagyon sok érdekes dolog elhangzott, például ez, hogy több mint háromnegyed támogatná a kiárási tilalom bevezetését, a kormány azt gondolja, hogy még nem jött el az ideje. Vagy ez, hogy hányan félnek nagyon és hányan félnek kevésbé a, a, a fertőzéstől, 39% nem félettől. Azért az nagyon magas százalék. Ezért kellene a kormánynak határozottan lépni. Tehát ez nem félelem, meg nem félelem kérdése. A szakma letette egy javaslatot az asztalra, ugye a Magyar Orvosi Kamara azt mondta, hogy lakhelyelhagyás korlátozásáról kell beszélnünk, és ezt be kell vezetni. Én pedig azt gondolom, hogy ha a szakma valamilyen javaslatot letesz az asztalra, akkor a politikának nem ön kell már mérlegelnie. Főleg, hogyha azt látjuk, hogy a környező országokban már szinte mindenhol korlátozzák a lakhelyelhagyását, mert csak így lehet a találkozások számának a csökkentésével lehet mérsékelni a vírusnak a terjedését. És nyilván én sem azt mondom, hogy, hogy egy lakhely elhagyási tilalmat be lehet vezetni, hiszen munkába menni kell, gyógyszertárba, boltba el kell menni, vagy éppen az édesanyjának segíteni bevásárolni. Tehát ezeket a kapukat nyitva kell hagyni, a legtöbb ország ezt nyitva is hagyja, nálunk pedig még ott tartunk, hogy a kormány szerint vitatkozni lehet erről, nem tudom egyébként majd, hogy hol, hogy, hogy már parlament se lesz. A miniszterelnök szerint ez védelmi műveleti kérdés a kijárási tilalom, de ezzel a számmal egyébként, ezzel a 77%-kal az a narratíva is megdőlni látszik, hogy ezt a Liberális értelmiség és a sajtó szorgalmazza ezt a kiárási tilalmat. 77%. Ha ilyen erős a liberalizmus Magyarországon, Tök érdekes erre rémel, amit mondasz az ideának a felmérése, szóval, hogy abszolút látszik, hogy két Magyarország van. Ők azt mérték, hogy egészen másként látják a Fidesz és a KDNP, mondjuk úgy, hogy a kormánypárti szimpatizánsok, például az egészségügy és a tájékoztatás helyzetét, mint az ellenzékiek. Tehát ők sokkal jobbnak látják, sokkal reménykeltőbbnek azt gondolják, hogy igen, van elég eszközés, van elég ember, vélik így. Ugyanazt az egészségügyet nézzük. Ugyanazok a hírek jönnek el hozzánk. hogy... Az utóbbi nem igaz. Hány napot? Hogy ugyanazok a hírek jönnek Ez el hozzánk? Nem igaz. És az utóbbi ugye nem csak abban nem igaz, hogy ö, nézheti az M1-et, meg vérmérséklettől függően nézhet mondjuk egy jó tényeket, vagy, vagy ha komoly igény mutatkozik benne. Igaza van, a lehetőség megvan, de a médiafogyasztási fogyasztási azok. Rom romantikusan néhány egész furcsa időszakokat szeretne visszahúzni Magyarországra, ők még nézheti a pesti srácokat is. de egyébként még a Facebookon is ugye mindenki a saját buborékjában van, azért ezt ne felejtsük el, hiszen így működik a, így működik a dolog. van a hívő tagozat, azon nem nagyon lehet mit kezdeni hiszen ő még néha a személynek sem hisz, a, ugye a régi viccből, hogy szívem kinek hiszel, nekem vagy a szemednek. Egyébként még nagyon sokan nem találkoznak még ezzel. Én azt gondolom, hogy ez fog változni, hogyha a tény állapot az lesz, ami ma félő, Mert amit mondtam abból, hogy, hogy hogy vannak főszerelve védőeszközök az orvosok. Erre akartam ráfűzni ami félő. Akkor szerintem ez is változni fog. Tehát most még a hitvita kategóriában vagyunk, mert igaziból még nagyon nagy tömegeket nem érintett a, a dolog. Ez is változhat, és ez is változhat. Sok jobb oldal írt, írt nekem, hogy, hogy de hát most érkeztek meg száz, akárhány ezer maszk, oxigén 86, stb. és és mo mondtam, igen, mondtam, hogy nekem nagyon sokat írnak pri privátban, ezt nem hozhatom nyilvánosságra, de hogy orvosok azzal küzdenek, hogy a műtős ruhák, amelyek hosszújak, azokat kötik ide, és eléraknak egy műanyag cuccot, hogy nehogy megfertőződjenek, mert nem érkezett meg még oda, tehát megérkezett Magyarországra, de ott, akik ott vannak a frontvonalban, ők nem kapták még meg. De mondjuk ahhoz nem kell pártpolitikai hogy mondjam befolyás, hogy az ember elmegy egy magyar patikába, ő maga menjen már a legközelebbi patikába, az próbálja, megvásárolni. meg, meg próbálja meg, meg a családjára Az a helyzet, hogy ha nincs beszerezz. kiárási tilalom, vagy ezt nem korlátozzuk, akkor robbanni fog ez a rendszer. Tehát, hogyha túl sok az emberi találkozás, akkor robbanni fog, és akkor fog az egészség, maga alá temeti nagyon sok embert, beteget és orvost egyaránt, mert hogyha nincs védőfelszerelés, akkor az orvos lesz az első, aki kidül a sorból. Ha nincs orvos, akkor nincs a kiállása beteget. Nem könnyű belátni, hogy óriási a probléma. Hát, egy mondat, Angliába ugye hallottuk, hogy annak idején mit egy pár hét a miniszterelnök, hogy hagyni kell az egészet, majd megoldódik. Tegnapi napon be, vagy a mai nap tegnapi napon bevezették a kieles tilalmat ott is. E, és hogyha a 77 százalék így gondolja, akkor még attól se kell félnie a kormánynak, hogy egyébként az emberek rossz néven veszik, ha ezt meglépik. Itt tartunk ma, március 24-én. Köszönöm szépen a beszélgetést Harangozó Tamásnak, Jakab Péternek és Somos Andrisnak, önöknek meg a figyelmet. Minden jót viszontlátásra!